Sziasztok! Én Tünde vagyok, én pedig Niki, és ez itt a Pontos Vesző. Veszőparipa. A mai videónkban azt fogjuk bemutatni, hogy milyen könyveket terveztünk olvasni a GIA Június Readathon keretében. Tartsatok velünk! A GIA Júniust Enikő hirdette meg az Enikő Olvas csatornáról, és a Readathon célja az, hogy minél több ifjúsági vagy gyermekkönyvet olvassunk. Koncepció szerint 12 prompt van megadva, mégpedig az órán megyünk visszafelé 12 órától, és egyre fiatalodunk meg. Enikő Readathon bejelentőjét belinkeljük a leírásba is. A kihívás 4 különböző szinten lehet teljesíteni. A kezdő szinten a 12-ből 3 promptot kell teljesíteni, akármennyi könyvvel, akár egyel is. A haladó szinten 6 promptot kell teljesíteni, legalább 3 könyvvel. Az extra haladó szinten mind a 12 promptot kell teljesíteni, legalább 6 különböző könyvvel. És az e fölötti szint, ami az Enikő szint, az a 12 prompt 12 könyv, mert Enikő mindig próbálja kihozni a maximumot a readathonokból, és az összes promptot külön-külön könyvekkel teljesíteni, úgyhogy ezért ez az Enikő szint. A kihívásra bármilyen olyan könyvet lehet hozni, ami ifjúsági vagy gyerekkönyv, tehát ezek a címkék, hogyha például a Molyon rajta vannak, és mondjuk igazak is rá, mert néha nem, akkor ezeket mind lehet hozni a readathonra. És ugye ez egy havi readathon, tehát június 1-től június végéig lehet elkezdeni, illetve befejezni a könyveket. A promptok listáját azt be fogjuk írni a leírásba is, de nyilván közben el fogjuk mondani, hogy melyik könyvet, melyik prompthoz választottuk. Nekem van egy ambiciózus TBR listám. Azért nem Enikő szint. Nem, az annyira ambiciózus nem tudnék lenni. Ami az extra haladó szint, tehát meg fogom próbálni mind a 12 promptot teljesíteni 6 darab különböző könyvvel. De van egy biztonsági listám is a haladó szintre, tehát ugye a 6 prompt 3 könyvre, és hát majd meglátjuk, hogy azokon túl sikerül-e az extra haladó is. Én meg sem próbálkozom többel, mint a haladó szint. A június az nekem eléggé sűrű hónap lesz, úgyhogy örülök, hogyha sikerül teljesítenem azzal a 3 könyvvel, de nagyon-nagyon várom már, mert nagyon jó könyveket választottam, szerintem. Az első könyv az kapásból egy közös olvasmányunk lesz. Ez Amy Reed-től a Senki se lányok. Ez egy egészen friss megjelenés, a Könyv Moly Képző kiadónak egy új kiadványa. És ennek a könyvnek az apropója nálam az, hogy mostanában több olyan könyvet is találtam, amik GIA könyvek, és a MeToo témáról beszélnek valamilyen módon, különböző megközelítésekkel dolgozzák fel. És ez is egy ilyen téma, mert hogy ez arról szól, hogy három lány, három középiskolás lány megtudja, hogy egy lányt onnan a városból kvázi elüldöztek azért, mert megvádolt egy csapat fiút azzal, hogy megerőszakolták, és ők hárman összefognak az iskolában uralkodó szexizmus és az áldozathibáztatás ellen, és létrehoznak egy anonim csoportot, akik megpróbálnak küzdeni ez ellen az általános közfelfogás ellen. A másik két könyv, azt is hamar tervezem elolvasni, amit ehhez a témához választottam, viszont valószínűleg a GIA június keretében nem fog beférni, mert hasonlóak ugye a könyvek abból a szempontból, hogy mindegyik iskolában játszódik, és mindegyik nagyon friss kiadvány, tehát pont ugyanazoknak a promptoknak tudnának megfelelni, és ezért
ezért nem tudnám velük jobban teljesíteni, a hárommal se tudnám jobban teljesíteni a ridaton, mint egyel, úgyhogy azok valószínűleg át fognak csúszni majd júliusba, és majd tervezek ezekről egy közös videót készíteni. Ami érdekessége még a könyvnek azon a témáján túl, az a három főszereplő lánynak a karaktere. Az egyik lány például aspergeres, tehát neurodiverzitást is bemutat a könyv. Nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy ezt majd hogy mutatják be, és a három olyan lánynak a kapcsolatát, akik között van egy aspergeres, illetve a szociális dinamikákat majd közöttük. Másik a lányok közül ő mexikói bevándorló családból származik, tehát ebbe az irányba is divers a könyv. Illetve ő punk, tehát ilyen szempontból is egy úgymond marginalizált csoport, igen. A harmadik lányról annyit lehet tudni, hogy elüldözték az előző városukból a családját, miután prédikátor anyja egy lovas balesetet követően radikálisan megváltoztatta a nézeteit. Úgyhogy erre kíváncsi vagyok, hogy itt vajon milyen nézeteit, milyen gondolom vallásból, mivé, hogyha prédikátor, és hogy mi volt, hogy milyen irányból, milyen irányba lehetett az, ami miatt elüldözték konkrétan a családját a városból. Úgyhogy nagyon-nagyon sok egyéb témát is felvet a könyv, legalábbis a fülszöveg alapján, amik miatt nagyon-nagyon érdekesnek tűnik. Úgyhogy én erre nagyon kíváncsi vagyok. Tehát ezt a könyvet mind a ketten olvasni fogjuk, vagyis hát együtt fogjuk olvasni, hangosan, és ezzel két promptot fogunk teljesíteni, az egyik a 2010 után megjelent könyvek promptja, a másik pedig az iskolában játszódó történeteké. Van egy olyan a promptok között, hogy a barátság a fő témája, és gondolkoztam rajta, hogy vajon ennek esetleg megfeleltethető-e a könyv. Hát biztos vagyok benne, hogy a három lány szövetsége miatt a barátság nagyon erős téma, de nem tudom, hogy egy olyan könyvet, ami elsősorban a szexizmusról és a MeToo-ról szól, hogy akkor lehet-e azt mondani még így is, hogy a barátság a fő témája, úgyhogy ehhez nem biztos, hogy megfeleltethető, de a másik két prompt az ahhoz egészen biztos, hogy következő könyvünk, az Cressida Cowell-től, az Így neveld a sárkányodat sorozatnak az első része, amit mind a ketten el fogunk olvasni, de nem közös hangos könyvként, hanem sima hangos könyvként. Ezt tényleg meg fogjuk hallgatni hangos könyvként, mégpedig a Voice alkalmazásban elérhető már, aminek nagyon örülök, legalábbis az első három része a sorozatnak, ez mind elérhető ott. Én nekem ez a könyv az egyik legnagyobb kedvencem, illetve összességében az egész sorozat. Ugye ezen alapul az Azonos című animációs film is, de nagyon alapul nyomokban. A szellemisége az abszolút, de így a történet az nagyon-nagyon különbözik. Úgyhogy már csak azért is érdemes elolvasni. Hogyha a rajzfilmet szerettétek, akkor egyrészt mert érdemes, mert jó, másrészt meg nagyon különbözik, tehát nagyon sok pluszt ad ahhoz képest, vagy más dolgokat ad a rajzfilmhez képest. És számomra ez egy terápiás olvasmány is. Annó még amikor magyarul nem jelent meg csak egy pár rész, akkor angolul végigolvastam, és most magyarul azt hiszem, talán csak az első részt olvastam még, de most majd, meg még be is kellene szerezni a sorozat többi részét, de most a hallgatással el fogom kezdeni. Én is olvastam már egyébként ezt a könyvet, de nagyon kíváncsi vagyok hangos könyvben, hogyan lehet előadni, főleg, hogy ez egy illusztrált könyv, úgyhogy majd hozzánézzük. Így lesz ez. A könyvben az írónőnek a saját illusztrációi vannak, mégpedig ilyen ceruzarajzos formában, és hát vannak olyan részek, ahol konkrétan, mintha egy könyv, másik könyv lenne belerajzolva, és arra nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezeket a részeket a hangos könyv az hogyan fogja tudni kivitelezni, mert hogy itt ilyen beírkálások vannak a könyvben, meg stb. De vannak benne teljesen hagyományos illusztrációk is.
Egyébként ez egy nagyon rövid könyv, kb. 250 oldal, és ugye látszik, hogy a szövegezése is nagyon nagy betűkkel van írva, szellősen, nagyon gyorsan lehet vele haladni, meg ugye illusztrációkkal is tele van tűzdelve. Ajaj. Ajaj. Ne szedjék ki onnan semmit! Loki! Loki! Loki, ez nem a tiéd. És rám, hát mászott rám. Örülök, de még mindig félig rajtam van. Nézz a kamerába szépen. Na, látja, hogy elnyomott. Meg fog enni. És hangos könyvként is csak 5 óra körül van. A könyv arról szól, amit a címe sugall, hogy hogyan kell sárkányt nevelni. Az animációs filmben ott ugye a közösség, a viking közösség, őnek a sárkányok az ellenségeik, és pontosan hablaty alakítja ki azt, hogy neveljék, meg edzék a sárkányokat, és együtt tudjanak velük élni. És a könyvben viszont már alapból az a felállás, hogy a sárkányok az ő haszonállataik, és igazából nem abban forradalmi hablaty elsősorban, itt az elején, hogy egyáltalán nem megölni, hanem barátként kezelni kell a sárkányokat, hanem abban, hogy hogyan kell nevelni őket, nem azzal, hogy ordibálunk velük, hanem kicsit bővebb és kifinomultabb módszerekkel, és ezeket dolgozza ő ki, és aztán egyre nagyobb kalandokba keveredik bele. És akkor nézzük, hogy milyen promptoknak felel meg ez a könyv. Ez egy ifjúsági fantasy, és ezért az ifjúsági fantasy pontnak megfelel. Az első rész az 2010 előtt jelent meg, úgyhogy az 1990 és 2010 között íródott könyvek promptjának is megfelel. Ugye, mint mutattuk, az illusztrált kötetnek is megfelel, illetve van egy olyan prompt, hogy mesekönyv vagy 12 év alattiaknak szól, és ez ennek is megfelel, ez egy middle grade könyv tulajdonképpen, tehát abszolút a 12 év alattira ez egy megfelelő, úgyhogy összesen 4 promptot lehet ezzel a könyvvel teljesíteni. Nekem a harmadik könyvem, ami a konzervatívabb listámban van benne, tehát amit mindenképpen szeretnék teljesíteni a Haladó Szinthez, az Romhányi Józseftől a Szamárfül, és annak is a pocket zsebkönyves kiadása, ami tényleg egy pici tenyérnyi kiadás. Readathonra ideális a rövidsége miatt. És hát mind a mellett, hogy ilyen pici és vékony, de még illusztrációk is elférnek benne. Azt elmondom így háttértudásnak, hogy nekem nagyon izgalmas mindegyik Niki választása, mert én mindegyiket olvastam, amit most fog még elmesélni, aminek így a bővebb teljesítéséhez szükséges, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy melyik hogy fog neki tetszeni. Nekem gyerekkori kedvencem a Szamárfül, és most, hogy kijött belőle a pocket változat, úgy gondoltam, hogy mindenképp szeretnék belőle egy új példányt, mert nem tudom, hogy a régi az hol van, valószínűleg a szüleimnél, és nem tudom, hogy merre találnám, meg amúgy is nagyon szép. És múltkor már olvastam fel Mikinek pár részletet belőle, nem tudom, hogy tetszett. Jól tetszett. Igen. Tehát akkor tetszett neki, úgyhogy remélhetőleg fog tetszeni neki a többi is. Hát ugye tele van szóbicekkel Romhányi Arimányó, úgyhogy hát hogy ne tetszene. A Szamárfüllel 3 promptot lehet teljesíteni a IA Június keretében. Az egyik ugye, mint mutattuk, az illusztrált kötet, a másik az a magyar szerzőműve, és a harmadik pedig az 1990 előtt íródott, mert 1983-ban jelent meg először.
hogyha ezeket sikerül teljesítenem, akkor a következő promptok lesznek nekem meg a 12-ből. A mai ifjúsági regény, az ifjúsági fantasy, az 1990 és 2010 közötti, az iskolában játszódó, a magyar szerzőműve, az illusztrált kötet, és az 1990 előtt íródott, és a mesekönyv, vagy 12 év alatt írnak el, tehát igazából ez már 8 prompt, de több nem, úgyhogy ha a haladó szintet sikerült csak teljesítenem, akkor ez a 8 prompttal és ezzel a 3 könyvvel fog sikerülni. Az én harmadik könyvem az Rick Riordan-től a Percy Jackson és az Olimposziak sorozat első kötete, a Villámtolvaj. Ezt a könyvet még nem olvastam, sőt, tőle egyáltalán nem olvastam még. Nem tudom, hogy került el engem ez a sorozat, mert egyébként nagyon érdekel ez a görög mitológia világ. Röviden arról szól, hogy van egy 12 éves kisfiú, Percy Jackson, aki olyan helyzetbe kerül, hogy rájön, hogy az olimposzi istenek a 21. században élnek, és rögtön egy nagy kalamajkába keveredik, ugyanis őt vádolják azzal, hogy ellopta Zeus villámait, és 10 napot kap, hogy visszaszerezze őket, és ezzel megállítson egy háborút az Olympuson. Gyakorlatilag ez a történet kezdete, és nagyon várom már, ennek már gyerekkorom óta nagyon érdekelt a görög mitológia, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy milyen alakok fognak majd előkerülni ebben a történetben. És hát mi a filmet szerintem láttuk? A filmet láttuk, hát én azt hiszem, hogy az nincsen egy olyan hű de jó filmnek tartva. Nem is tudom, hogy folytatás készült-e hozzá. Szerintem nem, vagy nem tudom, de nem is emlékszem rá igazából. Igen, azt akartam, hogy semmi nem emlékszem belőle. Semmire. És akkor ez lesz a 2010 előtti, illetve az ifjúsági fantasy. Igazából ezeket a promptokat lehet teljesíteni az Így neveld a sárkányodat is, de hát így jön ki a 3 könyv, úgyhogy ezért ezt választottam. És akkor így neked összesen, ugye a mai ifjúsági regény, az ifjúsági fantasy, az 1990 és 2010 közötti promptok, az iskolában játszódó, a senki sem lányokkal, az illusztrált kötet, és a mesekönyv. És a mesekönyv, igen, 12 év alattiaknak ajánlott. Az pont 6. Igen. Jó. Hát így van, ez kitalálva. Oké. És akkor jönnek a bónuszkönyvek Nikinek az extra haladó szinthez. Igen, ha sikerül. Ha sikerül, akkor lehet, hogy még én is találok magamnak a júniusra néhány könyvet, mert most így a keresgélés közben nagyon kedvet kaptam több könyvhöz is. Azt még nem tudom, hogy mik lesznek, de lehet, hogy nem lesz rá időm, és szerintem arra nem úgy fogom válogatni, hogy egy következő szintet sikerüljön teljesíteni, csak éppen amihez kedvem van. Nekem a 3 extra könyv, az extra haladó szinthez, az 3 hangos könyvformátumú könyvként tervezem meghallgatni. És ezek közül az első az Francis Hodgson Burnett-től. Amit most nekik tudott mondani. Igen, elsőre sikerült. A titkos kert, ami itt van fizikai példányban is, de szerintem csak hangos könyvként fogom tudni beleszuszakolni a hónapomba, ha egyáltalán. És ezt azért szeretném elolvasni, meghallgatni, mert amúgy gyerekkoromból, filmes feldolgozásból így valamennyire emlékszem a történetére, de most a BookTube könyvklub márciusi Virágba borulva témájának volt az egyik könyve, és Tünde ennek kapcsán el is olvasta, illetve hangos könyvként hallgatta meg. És hát amiket így mesélt róla, hogy igazából milyen témák jelennek meg benne, az nekem nagyon megtetszett, úgyhogy úgy döntöttem, hogy ezt még így megpróbálom ebben a hónapban, mert hogy ezzel ki lehet váltani olyan promptot, amire semmi más nem találtam, mégpedig a barátság a fő témája promptot.
És ezen kívül még egyébként a régi pöttyös könyveknek is megfelel, amiben szintén nem találtam mást így hirtelen. Ez a kiadás nyilván nem egy régi pöttyös kiadás, de létezett belőle. Illetve hát ez is ugye 1990 előtt íródott, és 12 év alattiaknak is van ajánlva. Arról szól a történet, hogy egy kislány elárvul, és Indiából Angliába költöztetik, és ott él egy nagy birtokon, és mivel ő olyan helyzetben volt ezelőtt, hogy mindig ki volt szolgálva, viszont igazából senki nem foglalkozott vele, ezért nagyon nehezen kezelhető és nagyon akaratos lett. És igazán azt szerettem ebben a történetben, hogy hogyan változik meg ő annak hatására, amilyen emberek elkezdik körülvenni, illetve magának a kertnek a hatására, amit megtalál. És ahogy ő megváltozik, ez csak egy része a történetnek, mert igazából később egy másik kisgyereknek, egy kisfiúnak segít, hogy meggyógyuljon és teljes életet élhessen. És nagyon, nagyon érzelmes ilyen szempontból a könyv, és nagyon szép leírások vannak benne, és ez is egy szerintem igazi komfortolvasmány. Amire emlékszem, hogy nagyon meggyőző volt számomra, vagy hát ilyen hívó szó, amit amikor a márciusi bukóban beszéltél erről a könyvről, ha jól emlékszem, az volt, hogy a végén összegzésként így azt mondtad, hogy a gondolatok teremtő erejéről szól. Úgyhogy Igen, meg am gyakorlatilag el is hangzik szerintem benne, hogy mennyire, hogy a pozitív ener vagy a pozitív gondolatok, hogy képesek megváltoztatni az életét az Oh. embernek. Akkoriban az szerintem nagyon haladó gondolkodás volt ilyesmit gondolni, meg ilyesmit megfogalmazni egy könyvben. Szerintem. Következő hangos könyv, az Fekete Istvántól a Tüskevár, ami mind a kettőnknek nagyon nagy kedvenc könyve. Én a 35 könyv 35 előtt videóban beszéltem is a kicsit fonák módon induló kapcsolatunkról ezzel a könyvvel gyerekkoromból, Én ugye de így vagyok ezzel egyébként. neked is gyerekkorodban rossz emlékeid vannak Hát róla? igen, nem, úgy nem, mint neked, hogy ne, ahol Isten el se tudom olvasni, és más írja helyettem az olvasónaplót, Igen. nem, azért ennyire nem, de tudom, hogy egyáltalán nem élveztem annyira, mint amennyire most, és amennyire most a, hát talán az egyik legkedvencebb könyvem, és a legkomfortabb könyvem lett. És erre most legutóbb jöttem rá, amikor hát ebben a hónapban hallgattam meg hangos könyvként, úgyhogy kicsit megelőlegeztem magamnak a héja júniust, és hogyha marad időm, akkor lehet, hogy meghallgatom a Téli bereket, ami ugye a második része, és amúgy már hallgattam idén. Úgyhogy lehet, hogy nem kéne túlzásba vinni, mert akkor nem lesz olyan jó a hatás, de nagyon imádom. Na meg nyáron téli Hát meg bereket nyáron, Téli berek. hallgatni. És ami még a hangos könyvben pluszban hozzáad, az Széles Tamás, aki felolvassa. Itt nagyon szeretjük színészként, és főleg szinkron színészként is, és ehhez a könyvhöz nagyon-nagyon jól illik, szerintem, a Olyan, hangulatához. olyan az, ahogy ő felolvas, hogyha valahova csak úgy beállítjuk és elindítjuk, meg lehet mondani, hogy melyik szereplő beszél. És ez szerintem nagyon fantasztikus. Holott nincsenek abszolút eltúlozva, nem kezd Nincsenek. el ilyen magas vinnyogó hangon beszélni Nagyon, nőknek, nagyon hanem természetesen igen. beszélteti a nőket, kislányokat, öregebb, idősebb Igen. férfiakat. Úgyhogy nagyon, nagyon, nagyon tehetséges és Igen. ügyes. Ez a könyv arról szól, hogy két fiatal fiú elmennek a Matula bácsihoz a berekbe nyárra, és ott szöszmötölnek. És ez volt az, ami 9 évesen nem igazán fogott meg, de 35 évesen meg már nagyon.
De te elmondhatod bőven is, hogy miről szól a berekben Bővebben, szöszmetelés, azt nem bővebben. Igazából kérdezem. ez úgy is mondhatjuk, hogy ez egy fejlődés regény, mert a főszereplő tutajos ebben kezdi meg a férfivá válását, és komolyodik meg. És ez folytatódik a téli berekben is. És emellé kapunk rengeteg tudást a természetről, és gyönyörű leírásokat, és hatalmas igazságokat, és csodálatos. Nézzük, hogy milyen promptoknak feleltethető meg. Egyrészt ugye magyar szerzőműve, 1990 előtt íródott. Ez is egy nevezhető 12 év alattiaknak ajánlott könyvnek. Én 9 évesen olvastam az iskolai kötelezőként, szóval igen. És amelyik promptot ez az egy könyv tudja csak kiváltani nálam, az pedig a szünidőről, vagy nyaralásról szól, vagy téli szünetről. És az utolsó hangos könyv, az pedig Szabó Magdától az Abigail, amit Tünde már nagyon régóta rágja a fülemet érte, hogy hallgassam már meg. Úgyhogy ezt várom a legjobban. Én meg egy kicsit mindig óckodtam tőle, mert hát nem tudom, hogy egészben a sorozatot láttam-e, de biztos, hogy részleteket láttam belőle gyerekkoromban, meg fiatalkoromban, és annyira nem fogott meg nekem így gyerekkoromban, meg korra tinédzserkoromban az akkori ifjúsági irodalom, amiket így nekem mutogattak, meg amit így a szemem elé került, azoknak a témája az annyira nem érdekelt, és így ez is ezek közé tartozom. És nem tudom valahogy nekem az Abigailről egy annyira ilyen nyomasztó érzés jut az eszembe, de az nyilván a filmnek a hatására, és ezért valószínűleg ez a nyomasztó érzet lehetett az, ami miatt óckodtam tőle, de nyilván semmilyen értelmes indokom nincs rá, hogy amúgy miért ne, és főleg, hogy Szabó Magdától meg nagyon szeretnék már olvasni. Mondjuk nem az Abigail volt az első tervem, de most akkor ez lesz. Úgyhogy, és hát én nyilván bízom annyira a Tündének a véleményében, hogyha ő valamiért annyira lelkes, akkor ez biztos, hogy jó lesz nekem is. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok rá. És hát könnyen lehet, hogy ezzel is az lesz a helyzet, hogy ellenérzéseim voltak vele gyerek és fiatal koromban, és aztán felnőtt koromban meg azon fogok sírni. Egyrészt a könyvön fogok sírni, másrészt meg azon, hogy miért nem olvastam én ezt már jóval korábban el. Úgyhogy köszönöm, Enikő, mert lehet, hogy sose veszem rá, hogy elolvassa, meghallgassa. Minden esetre azt megígérhetem, hogyha nem sikerül beleszuszakolnom ebbe a hónapba mind a 6 könyvet, amit elterveztem, azért előbb-utóbb akkor is meg fogom most meghallgatni. Előbb-utóbb. Utána megnézzük a sorozatot. Igen. És utána megnézed Csak a videóit. Igen. És akkor amilyen promptoknak ez megfeleltethető, az az iskolában játszódik, magyar szerzőműve értelemszerűen, 1990 előtt íródott, és amelyik promptot ezzel az egyetlen könyvvel tudom csak kiváltani, az a régi Csíkos könyv. Hát ezek voltak a tervezett olvasmányaink a június hívásra, és remélünk, hogy sikerült teljesíteni mindent, amit elterveztünk. Majd amikor jelentkezünk egy júniusi prepappal, akkor abból majd ki fog derülni. Ha ti is részt vesztek a readathonon, akkor kommentben írjátok meg, hogy ti miket fogtok olvasni a júniusban. És köszönjük, hogy itt voltatok velünk. Sziasztok! Sziasztok! Loki! Neked milyen könyveid vannak? Loki, neked milyen könyveid? Ó, a fülembe lépte! Loki, neked milyen? Ez nagyon fáj. Loki, neked mi a következő könyved? Jó, de fájt.